Október 15-én kezdődik el a törvényben rögzített fűtési időszak, de akár már most is kérhetik a társasházak közös képviselői, hogy a szolgáltatók indítsák be a központi fűtést. A legtöbb helyen viszont erre még nem került sor. A cég idén több mint háromszor annyiért tudott gázt beszerezni, mint a korábbi években. Elég magas áron ütötték le az árat. Az azt jelenti, hogy a közületeket ez mindenképpen fogja érinteni. Még nem jöttek meg a pontos értékek, ahogy megjönnek, mi minden közületet értesíteni fogunk az áremelésről, ez a lakosságot nem érinti. A központi fűtést a város egész területén akkor indítja el automatikusan a szolgáltató, ha egy nap alatt az átlag hőmérséklet 10 Celsius fok alá süllyed, vagy ha legalább két napon nem éri el a 12 fokot. A cég idén a korábbinál sokkal drágábban vette a gázt, ezért bár árat a lakossági fogyasztóik terhére nem emelhetnek, azt kérik a szekszárdiaktól, hogy ha tehetik, takarékoskodjanak. Szekszárdon most már hosszú ideje mérték szabályzott a távfűtés. Az azt jelenti, hogy minden lakásban vannak radiátorszelepek, tárlózatikus radiátorszelepek, ezek működnek, tehát nyilván, ha valaki akar spórolni, az megteheti. A lakosoknak érdemes már most maximális állásra csavarniuk a radiátorokat, ez ugyanis nagyban megkönnyíti a rendszer beindítását majd. Európában egy rendkívül brutális, nagyon régen látott energiaválság alakult ki, ami két dologban jelentkezik. Egyrészt elszabadultak az energiaárak, ma földgázt a tavalyihoz képest 6-szoros áron, kőolajat a tavalyihoz képest 5-szörös áron lehet beszerezni a piacon. Júliusban mondta ezt a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Németh Szilárd szavainak súlyát a lakosság jelentős része vélhetően már az augusztusi áramszámlák fizetésekor is tapasztalta. Télen pedig azoknak kell a korábbinál jóval magasabb díjjal számolniuk, akik átlépik a kormány által meghatározott gázmennyiséget. A távhővel fűtött lakások és házak viszont egyelőre nem érintettek az átalakításban, a szolgáltatók viszont igen, nagyon súlyosan. Szekszárdon a helyi önkormányzati cégeknek idén a korábbi árt többszörösét kellett fizetnie a beszerzett földgázért. Megkötöttük a földgáz szerződést a következő évre, az októbertől gázév, tehát októbertől van októberig, hát ez sajnos körülbelül 5-szöröse az eddigiek. Eddig volt 800 millió gázszámlánk, most lesz csak a gázszámla 4,3 milliárd. Vagyis Németh Szilárd korábban bemutatott állításának megfelelően valamivel több, mint 5-szörös áron lehet nagykereskedőként földgázhoz jutni. Ennek oka elsősorban az orosz-ukrán háború és az amiatt az egész földön dráguló nyersanyagok. Szekszárdon ez a jelenség tehát a távhővel fűtött fogyasztók számára egyelőre szinte láthatatlan. Az önkormányzati szolgáltatót viszont már most eladósította 6 hónappal a harcok kezdete után. Kapunk állami támogatást, de akkor is meg kell tudni finanszírozni havi számlákat, ami lehet akár egy hónapban 7-800 millió is. Ez csak úgy lehet, hogy az állam támogatásból, amit utólag kapunk meg, úgyhogy mindenképpen meg kell növelni a fogyószámla hitelünket. Vagyis a probléma megoldásához az önkormányzati cégnek rengeteg hitelt kellett felvennie, és állami támogatás nélkül még így sem tudnának tartósan talpon maradni. Ráadásul megfelelő szakembereket sem könnyű találni, úgyhogy a munkaerőn biztosan nem spórolnak a szekszárdi cégnél. A pénzt máshogy kell előteremteniük. Nem tervezünk leépítést, is nagyon nehéz munkaerőt találni. Vannak nyugdíjasaink, úgyis, tehát igazán az magától megoldódik általában, akik idősebbek elmennek, tehát ez itt nincs szükség, vagy nem kívánunk leépíteni senkit. Pedig szakértők szerint a gáz őszre még tovább, a tényleges piaci ár 9-10-szeresére emelkedik majd. Ennek elsősorban az az oka, hogy az Oroszország felől érkező vezetékek közül az elmúlt hónapokban többen is elakadt a szállítás, ez pedig bizonytalan piaci helyzetet eredményezett. Szekszárdon pedig ezt nem akarják tétlenül nézni, úgyhogy azon dolgoznak, miként lehet ezt az alapanyagot kiváltani. Ismerve ezeket a nagy számokat, amit mondtunk, mindenképpen keresünk külső befektetőket, akik gyakorlatilag a telephelyünkén akár gázmotort, akár olyan külső hőforrást létesítenek, amivel ki tudjuk váltani a földgázt, hogy nem nekünk kelljen megvenni. Gyakorlatilag óriási pénzt születünk a CO2-re is, azért, hogy tudjunk fűteni, és ezért találtunk olyan befektetőt, aki lényegesen olcsóbban adja a hőt. Pont azért, mert villanytermelés, a villanytermelésnek valami haszna, hogy így gyakorlatilag olcsóban kapunk hőt. Ez a mostani szerződés, ez oda egyharmadát érinteni a városi hőlátásnak.
Vagyis a terv az, hogy a távhőszolgáltató telephelyére egy külső cég költözik, ami a működése során rengeteg hőt termel, azt pedig rávezetnék a városi hálózatra, több 100 millió forintot megspórolva évente. A gáz drágulása egyébként más problémát is okoz, értelemszerűen fejlesztésekről is le kell mondania a szolgáltatónak. Például nem haladnak olyan ütemben a föld alatti csövek cseréjével, mint azt korábban tervezték. Vannak terveink, ugye nagyobb szakaszok cseréje, de az valamilyen külső pénz kell, mert ezt már nem lehet finanszírozni. A munkának viszont ettől függetlenül nem szabad leállnia. Kisebb javítások egész nyáron zajlanak a Tolnai megyeszékhelyen. Gyakorlatilag minden évben elvégzünk egy nyomáspróbát, vagy többet. Megnyomatjuk a rendszert azért, hogy ne télen jöjjenek ki a hibák. És gyakorlatilag, amit itt láttunk, itt a belettünk, itt is egy tervezett beruházás volt, az már volt itt többen. Hibásodás, de nem biztos, hogy meg tudtuk volna csinálni, akkor hogyha ha nincs az okadás, és most kiseréljük itt a csöveket ezen a részen, ami már több mint 50 éves csövek. A fémből készült csövek helyére hasonló anyagúak, viszont sokkal korszerűbbek kerülnek. Ugyanúgy fémcsövek, csak előreszegetelt csövek, tehát itt már abszolút vízzárok kívülről, ugye mindig kívülről indul el a korrózió, belülről nem. De itt már kívül is tud elindulni, mert teljesen vízzáró az egész, amikor készen van. A távhőszolgáltató cégek munkatársai tehát most is folyamatosan dolgoznak, akkor, amikor a kazánok ugyan nem mennek, de a szükséges beavatkozásokat el kell végezniük. Az már biztos, hogy a hőtermeléshez eddig használt gáz egyelőre nem lesz olcsóbb, ezért több helyen, például Szekszárdon előre menekülnek és alternatív megoldások bevezetésén dolgoznak.